Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, önöket. Igazándiból egy más jellegű előadás lesz, mint idáig láttunk. Én a jelenről szeretnék beszélni, és egy Vas Albert idézettel kezdeném az előadásomat. Az utolsó szent örökségünk ez, amit senki el nem vehet, a népművészetünk. Ősi titka, Isten adta, tündér ihlette, ember álmodta örökségez, melynek egyetlen tulajdonosa a magyar bárhol is éljen. És Kobzos kis Tamás emlékére is van ez a konferencia, az ő ötlete nyomán kerül megrendezésre. Én úgy gondolom, hogy Tamást a Jóisten adta nekünk, hogy itt volt velünk. A tündérek ihlették, és amit pedig ő megálmodott, azt életében véghez is tudta vinni. Jó, nagy levegő. Legelőször is Közép-Európa legnagyobb betlehemét szeretném bemutatni önöknek. Ez Kisgyőr települése van a Bükk déli lábánál. Hogy jeleket mutassunk, engemet nagyon sokáig senki nem tudta, talán nem meséltem el, 14 éves koromig nagyapám nevelt, és az egyik legfontosabb dolog, amit a fejembe vésett, hogy fiacskám, a fényt keresd, a jeleket, a másik addig imádkozzál, míg egészséges vagy, mert ha beteg leszel, akkor el leszel avval foglalva. Ez a Betlehem, látjuk, áll a négy történelmi egyház templomtornyából, a magyar történelmi egyház templomtornyából, az evangélikusból, a reformátusból, a görögkatolikus és a katolikus templomtorony, de nincsen benne semmi kirekesztés. Tehát, hogyha ránézünk az egész Betlehemre, akkor ott van az istálló, ami minden vallás első temploma. Lapozom. Amint látjuk, itt a királyok, IV. Béla királyunk, Szent László királyunk, ami kötődik a településhez, monda szerint, hogy IV. Béla tatárjárás idején Kisgyőr fele vonult, egy dűlő is van róla elnevezve, királyszéke dűlő, illetve magyar népviseletben vannak a pásztorok is, illetve visszamegyek a királyokhoz, cifra szűrbe viselnek, mint Jankovics Marcell meséibe. Márián egy palóc népviselet van, József egy bőgatyás ember, és hát itt annyit beszéltünk a játékokról, meg a jelekről, hogy amikor elgondolkozik egy férfi ember, mikor megszületik az első gyermeke, fiú gyermeke, mit is adjon neki. Akinek egy kicsit ügyesebb keze van, az úgy gondolja, hogy farag neki egy játékot. Aki egy kicsit másképp gondolkozik, az vesz egy villanyvasutat, mert az volt a gyerekkori álma, hogy avval játszon. Itt pedig József egy templomot ajánl föl a kis Jézusnak, mit ajánlhatna egy ácsmester. Valahogy lefagytunk. Látható a ruházat Szent László királyunkon. És hát, hogy majdnem minden népviselet beköltözött ebbe a Betlehembe, ami magyar, itt van egy csángó kis Jézus. És a négy történelmi egyház templomtornya.
Az egyik kedvenc szobrom, ez egy szikla tetején van a Betlehem fölött, 7 darab angyal van belefaragva ebbe a fába, mindegyik egy-egy harsonával, és ők hirdetik az örömhírt. Amikor elkezdtük csinálni ezt a Betlehemet, akkor sokan megkérdezték tőlem, hogy miért pont erre a helyre tesszük, tulajdonképpen a falu legmélyebb pontja, mindennek jelzésértéke van. A legmélyebb pontra került a Betlehem, tehát az istálló, föntre kerültek a szikla tetejére az angyalok, mert hát azt tudjuk, a legmélyebbről lehet jutni a legmagasabb pontra. Ez a közösségi terünk, hát itt a színpadban mindenki beleálmodhat nagyon sok mindent, de itt a napmotívum az életet szimbolizálja. Egyszer ez a település él, egyszer lakjuk be ezt a teret. Most már ott a hármas halom tetején, a mögötte lévő hármas halom tetején pedig egy szkíd, a csodaszarvas is gránitból ki van faragva. Itt az előtte lévő emlékoszlop, ez pedig a falufánk. Az üzenet értéke a következő, hogyha ránézünk, ez a keleti oldala, és itt a napkorong fölfelé forog. A tulipánok is fölfelé állnak, és azon a résztáblán, ami rajta van, az jelen pillanatban Kisgyőrben élő összes vezetéknév föl van sorolva, az élők. A nyugati oldalán, a másik oldalán, ahol a napkorong lefelé forog, a tulipánok is lefelé hajlanak, 1700-ig visszamenőleg kigyűjtöttem a kihalt család neveket. Ebben többek között szerb is van, zsidó név is, és rengeteg magyar név is. Ez egy ilyen semmitmondó domboldal volt, ami az aradi vértanúk helyszínévé próbáltuk varázsolni, és nem csak egyszerűen kifaragtunk 13 darab fejfát, vagy kopjafát, vagy sírkeresztet, hanem mindenkinek a vallásának megfelelő, és a születési helyének megfelelő fejfa került, illetve sírkereszt került kihelyezésre. És hogy miért pont ezt a helyet választottam, Kossuth szavai, arat pedig a magyar Golgota. Tehát ez a sziklás oldal, ez adta magát, és majd mutatom a fejfákat, például ő egy székely, itt van, hasonlít a csónak alakúhoz, a hajdúságból származó lélekmadaras, ez egy gömöri fejfa, nagyon érdekes, most már szinte nem lehet ilyet találni egyetlen egy temetőben sem. Damjanicsi egy szerb, egy budapesti, még egy pozsonyi, még egy budapesti, szintén budapesti, ez is. Magyar szemnek nagyon érdekes ez a kereszt, mert ilyesmiket nem láttunk a temetőnkben, ez egy német luteránus sírkereszt. Ez is nagyon érdekes. És ami nem, szintén nem szokványos, ez a keresztmintás motívum, ezt általában egy hornyosan csinálták, ez egy horvát emlékoszlop. És Pöltenberg Ernő egy osztrák. És egy-két ilyen estikét még. Ez is az egyik kedvencem, ez az angyal kompozíció. Ez Harsány településre készítettem. Itt is több angyal van belefaragva. Ezen a téren szokták az adventi ünnepeket megülni, és azért került ide ez a szobor. Egyszer a kis Jézussal, és ott körbe pedig a mindenféle hangszerrel dicsőítik a kis Jézust. Mindenféle hangszerrel dicsőítik itt a kis Jézust az angyalok.
Ezt pedig feleségem halála után készítettük, ezt a kegyeleti helyet, nem szeretem azt a szót, hogy ravatalozó. Ha ránézünk a tetőszerkezetre, akkor ez egy lehajló tulipánforma, ami az elmúlást jelenti. Van előtte két szatmár csekei fejfa, ami egyik része azt mondja, hogy ez a csónak alak, és a csónakot állították be, mert nem volt idő kifaragni. Én úgy gondolom, hogy ez nem igaz. A másik az valószínűbb, hogy egy emberi arc oldalról, és ez meghajol az elhunyt előtt. Tehát ez a két szatmárcsekei fejfa van kifaragva, mikor hozzák ki az elhunytat a kegyeleti helyről, ez hajol meg előttük, és ez pedig, ahova az elhunytat teszik, az angyal hátára, a szárnyára, kezében egy szívet emel az ég felé, van egy református énekünk, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, onnan jött a gondolat, hogy ez legyen. Ez egy kettéhasított fa, így elsőre ránézve azt mondja az ember, miért lett ennek kifaragva a belseje. Dr. Gyökösi Endre megpróbálta a boldog mondásokat lefordítani úgy, hogy a józan paraszt is megértse, és a következőként hangzik ez a boldog mondás. Boldog az az ember, aki meglátja a diófában a bölcsőt és a koporsót, és mindezekből meglátja a diófát. Az egyik oldala egy bimbó, ami egyértelműen bölcső, a másik oldala egy csillag, egy kopjafa végződés, és belül a motívum. A bimbónál egyértelmű, hogy felfele állnak a tulipán motívumok, a csillagnál pedig lefelé. Ezt azért hoztam el, mert talán népművészeti szempontból nem egy hatalmas attrakció, de maga a mondani valója az az, vagy a jelei. Ennek a Obelix tetején egy bomba volt, én úgy gondoltam, hogy a bomba az nem az emlékezés jelképe, hanem a rombolásé. Kapott egy őrfát, illetve egy tetőt, és úgy van elhelyezve az a 13 darab fejfa, amit 1978-ban 12 évesen rajzolgattam a temetőben, máig nem tudom, hogy miért pont azt rajzoltam, de hál' Istennek így legalább megmaradt. Mivel a temetőből eltűntek ezek a fejfák, vagy a sírások télen eltüzelték, kettő darab maradt meg, amit a templomba mentettem meg, de így viszont meg tudtuk csinálni ezt a 13-at. És a zászló árnyéka úgy vetődik, hogy reggel 6-tól este 6-ig mutatja az időt. De nem is az a legfontosabb, hogy ez napóraként funkcionál, hanem az első-második világháború, az a vészterhes idő, ne jöjjön vissza még egyszer a magyarságra. És hát ezek a, nagyon sokat kutattam utána, hogy miért lettek ilyenek ezek a fejfák. Rudabányán található hasonló, illetve Borsodgeszten, Vükkaranyoson, Bükzsércen, Cseréffalun, és onnan gyűjtögettem össze a mintákat is, és ha megnézzük, akkor ahol fölfelé áll teljesen a tulipán, ott semmit nem tettek a nyakához. Viszont, ahol például ott egy picit megdül, akkor mindegyik tulipánnak elvágták a nyakát, egy keresztet raktak rá. Majd mutatom. Itt is ugyanúgy megjelenik a szomorú fűz, mint reformátusoknál általában. Ott lehet látni a pici kereszteket a nyaknál. Például ez gyerekfejfa volt. Hát, hogy most mit magyarázunk bele, hogy miért van így, hogy csak ez az egyetlen egy horony volt. Az biztos, hogy fiúgyermek volt, és minden gyerekfejfánál nem folyamatosak voltak ezek a hornyok, mint itt látjuk, hanem volt egy nagy szünet, és abba tettek egy mintát, és majd utána újból jött a horony. Ez a 56-os emlékművünk,
Nem igazán szeretem azokat emlékoszlopokat, vagy szokták mondani, hogy kopjafát helyeztünk ki. Kopjafa az csak az, amin zászló van. A többi az mind emlékoszlop vagy fejfa. Amikor egy olyan drámát, mint 1956, kitesszük, rávésük, hogy 56, és akkor le van tudva az egész történelmi esemény. Ezt a drámát próbáltuk megfogalmazni vele, ami történt az országgal 56-ban, egy kettétört kopjafa leláncolva, de mégis van egy újabb rügy, egy újabb sarjadás fölfelé az ég felé, hát remélem, hogy egyszer majd átfaraghatjuk a tetejét, nem csak bimbóba lesz, hanem tulipánba is. És mellé került egy angyal, egy lyukas zászlóval, a kőre pedig egy Márai Sándor idézet, angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet születik a vérből. Átadási ünnepség, elmesélem a történetet. Irlanda Sándor nagy tiszteletű úr 56 környékén Debrecenben volt, református teológiát végzett, végzős teológus volt, úgymond belekeveredett a fiatalság zűrzavarába, az akkori zűrzavarba, és hát nem lehetett soha lelkész. Majd rendszerváltás után csak annyi kérése volt, mikor kárpótolni akarták, hogy egy palástot vegyenek neki. Ez volt, hogy még a templomba prédikálhasson. Ő volt az 56-os eseménynek az átadója, vagy az emlékoszlop átadója. És egy történetet osztott meg velem, amit megosztanék önökkel most. Egy svájci kiskatona elindult Magyarországra, hogy segítsen a magyaroknak 56-ban. Az osztrák határnál megállították ezt a svájci kiskatonát, visszatoloncolták Svájcba, hadbíróság elé állították, de mielőtt elítélték volna, mert elítélték, a bíróság felállt és meghajolt előtte. A háttérben látható egy ivókút, egy szokványos kék közkút volt, és azért hoztam el ezt, mert nagyon sokszor látok olyanokat, amikor köztérre vannak kihelyezve alkotások, hogy az a minimális elvárás, hogy a rozetták megfelelően legyenek tájolva. Ha kimentünk egy temetőbe, akkor lehetett tudni az emlékoszlopról, hogy úgymond merre van kelet, merre van nyugat, észak. Lehet látni, ez a keleti oldala, itt fölfelé forog a napkorong, és ugyanúgy, ha körbe mennénk rajta, akkor lehetne látni a déli oldalt, az északit, hogy mit kell egyáltalán rá faragni. És két bibliai idézet került rá, az egyik az Ézsaiás könyvéből, vizet öntök a szomjúhozóra, a másik pedig a Jelenések könyvéből van, szomjúhozónak adok az életvizének forrásából. És ez a ivókutunk jeles napkor, például a 24-én szombaton ebből bor fog folyni, mert a településen a népművészeti sokadalom lesz. Ez tavaly adtuk át, ez a Golgotánk, nem csak egyszerűen egy Golgota, mert hogyha ránézünk, akkor a 14 stáció jelenetet egy-egy angyal tartja. És hogy ilyen összevisszaság vagy kuszaság látszódik most belőle, ha majd picit távolabb megyünk, távolabbi képpel, akkor lehet látni, hogy egy halformát ír le az angyalcsoport. A kereszténység egyik szimbóluma, egyik jele a hal, és ha megnézzük, akkor minden angyal előtt van egy picike táblácska, egy gyönyörű kerámia betéttel, ami maga a stáció jelenet szövegesen is megjelenik, majd vizuálisan az angyal fogja ezt. És hogy
Itt is egy picire apróságra is kell figyelni mindig az ember életébe, az apró jelekre. Amikor az emberi gonoszság került előtérbe, például Jézust elítélik, akkor egy szomorú barka került mögé. Amikor már az emberi jóság került előtérbe, mondjuk Veronika kendőt nyújt, akkor egy rózsafa. Még szaladunk itt az angyalokon. És beszéltünk itt a középkorról, hogy az életfa motívum használata középkori kereszteken sokszor ábrázoltak életfa motívumot. Ezt faragtuk meg, nem egy emberarak, nem egy korpusz, nem egy feszület került a keresztre, ez egy 5 méter magas kereszt, hanem egy bükkaljai életfa motívum. A jobboldali lator, az még aránylag mívesen ki van faragva, lehet látni, hogy a tulipán Krisztus felé fordul, és Krisztus feje is a jobboldali lator felé fordul. A baloldali lator az épp, hogy csak jelzésértékűen van megfaragva, ott elfordul a tulipán, mint ahogy tudjuk, még az utolsó pillanatban is megtagadta. És most tartunk itt nagypénteknél, de úgy gondoljuk, hogy a nagypénteknél nem ért véget a történet, meg nincs is vége, hanem ha tovább megyünk, akkor felérünk eddig a napkorongig, ami egy 12 méteres átmérőjű napkorong, ami a húsvétet szimbolizálja, a feltámadást. Tehát nincs nagypéntek, egy Golgotánál ne hagyjuk abba. Lépnünk kell tovább. A falukapunk egyik oldala két bükkaljai tulipános kapuoszlop van mellé téve, két életfa motívummal. Egy középparasztnak ilyen kapuoszlopa volt, középen egy életfa a hét ágával, ami utal a hét vezérünkre, és ha túlsó oldalát néznénk ennek, akkor ott fölül pedig egy napkorong van, ami fölfelé forog, azt mutatja, hogy ez a falu mindig élni fog. Nem akartam mondani, de akármit csinálnak Brüsszelbe, akkor is fog élni. Egy picit még itt visszaugrottunk. Ez a tulajdonképpen a tábor helyünk, ez a faluház, és előtte ez az emlékoszlop, ez a nyugati oldala, itt is lefelé forog a napkorong. A keleti oldalán, a másik oldalát néznénk, akkor itt egy életfa, egy burjánzó motívum van, ott fölfelé forog, mivel hogy a nyugati oldalán az elhunyt táborlakók emlékére készült ez az emlékoszlop. Református templomunk, itt van egy kötött fedeles kapu, Székely kapu, másik neve kötött fedeles kapu, ezt nagyon jól tudjuk. Teljesen Rumériától a német alföldig megtalálható volt a Székely kapu, csak ott volt a legdíszesebb. A mi településünkön is egy jómódú gazdának kötött fedeles kapuja volt, egy középparasztnak volt egy kalapos kapuja, mint amit mutattam a falu kapunál kapuoszlopot, majd egy zsellérnek egy patics kerítése, ezzel is illusztrálva a gazdagságukat. Előtte lévő emlékoszlop, az pedig a milleniumi emlékoszlopunk, ott egy lantos ember meséli a magyarság történetét, és szépen körbe a négy történelmi egyház címere, és maga a turulmadától, ahogy elértünk idáig. Ez Bükkaranyoson van ez az emlékoszlop, ez a Dózsa György paraszt felkelésre emlékére készült.
és ez volt az idei feladat. 16 darab keresztet készítettünk el. Egy nagyon érdekes munka volt azért, mert általában a faragó emberek azok úgy vannak, hogy fejfát faragunk, és kész. És a keresztekkel igazániból nem foglalkozott senki, vagyis legalábbis nagyon kevesen, és én elkezdtem gyűjteni, hogy na akkor nézzük meg az Ormánságtól a Gyimesig, hogy milyen kereszteket használtak. 3700 kereszt gyűlt össze, ezekből próbáltam úgy összeválogatni, hogy keresztülszeljük az országot, hogy elérjünk a Gyimesig, és hát maga már az anyagválasztás is egy olyan dolog, hogy jeleket onnan is le lehet olvasni, mert ha a gyimesi oszlopot nézzük, azt a kicsi zömök kelt a kereszt jellegűt, akkor maga az anyag olyan nagyságú, hogy hatalmas, majd hogyha megyünk tovább is az Alföldnél, és akkor díszesebb lesz, de jóval véknyabb, mivel hogy a anyag az egyik helyen volt, a másik helyen nem. Ez a hatalmas kereszt pedig most szombaton lesz az átadása, az egri érsek jön átadni, ez került a temető mellé, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe lesz most szombaton, és itt is egy életfa motívum lett megfaragva, egy hatalmas napkorong, és fölötte pedig lebeg egy angyal egy kehellyel. És akkor így néz ez ki egyben. Na itt lehet látni két alföldit. Nagyon mívesen ki van faragva, de nagyon vékony. És egy pár búcsúzó kép. Hallottunk itt ma sokat a V betűről, meg az M betűről, hogy ez hogy alakul. Én úgy gondolom, hogy nem szentségtörést, hogyha két fiú gyereket tulipánnal ábrázolunk. Ez a feleségem sírja, ölel két tulipánt, ami pedig a két fiú gyerek, a V és az M monogrammal van. És egy-két téli kép, és visszatértünk ide. Én köszönöm, hogy meghallgattak, és még egy idézetet felolvasnak. Lehet, hogy már sokszor felolvastam sok helyen, de jó, hogyha többször elmondjuk. És ez jellemző a mai konferenciára is. Amit mi itt csinálunk, itt és ma, az nem felekezet és nem egyház, de a vallás maga. Amit mi itt élünk, építünk, az nem világnézet, nem pártpolitika, nem üzlet, de hit, kétségbeesett reménység. Amit mi itt élünk, az nem mulatság, nem sport, nem mártírium. Amiben mi hiszünk, az nem a rombolás, nem a tagadás, nem a halál, de a feltámadás. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és Isten éltesse Önöket!